a bejáróson az 8 éves kortól. Egész nyáron, június közepétől augusztus végéig táborozhatnak a Szedresi Lovasudvarházban gyerekek. Itt napközis és ott alvós lehetőség közül is választhatnak a szülők heti 24 és 45 ezer forint közötti összegért. Ezért a pénzért melegétel, valamint az ott töltött éjszakák esetén saját zuhanyzóval és mosdóval felszerelt két ágyas szobák járnak, és egész napos programok a délelőtt lovaglással indul sétakocsikázással kezdünk, és akkor ebéd után van egy úgynevezett kis lóápolás. Ugye mikor lejönnek dél előtt a lóakkal, akkor lefürdetik őket, de délután azért rendbe kell őket rakni. A mindenféle vátérkedőt a rajzokat szoktak csinálni, így a betonon ilyen kréta rajzokkal, szórakoznak. Mindenféle kézműves programot szerveznek itt közben nekik. Tehát az utolsó percig állvannak vannak foglalva a gyerekek. A hagyományos vízparti táborokból is rengeteg közül lehet választani, és az iskoláknak is több lehetőségük van ilyen többnapos nyári kirándulásokat szervezni. Az idei évtől ezt már az állam is támogatja. A vándortábor programra iskolák pályázhatnak 200 millió forint áll rendelkezésre, ebből a pénzből 10 ezer gyermek pihenését tudják támogatni. Helyi szinten van, ahol az önkormányzatok is segítenek így a családoknak. Tolnán az áprilisi képviselőtestületi ülés egy egyhangulag fogadták el a gyerekek táboroztatását anyagilag támogató javaslatot, a tolnai gyerekek Balaton szepezden táborozhatnak. Gyermekenként és kísérőként 8000 forintot biztosítunk az iskolák alapítványain keresztül a, a programokhoz, úgyhogy ebből talán tudnak egy kicsit hajókázni, strandolni, kirándolni, úgyhogy remélem, hogy tartalmasan tudják majd a Balatonparton azt a néhány napot eltölteni a gyerekek. A szakemberek azt mondják, 5 éves kortól érdemes a gyerekeket táborba vinni. Országosan egyébként idén több mint 800 tábor indul a nyáron, és van, amelyiknek az ára a 300 ezer forintot is eléri belföldön egy hetes programmal.